Vadai Ágnes a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha semmit nem lehet kizárni, akkor miért lehet kizárni az ideológiai vallási indítatást? Nyilván az alap hét verzióból, amiről beszélt az országos rendőrfőkapitány a sajtótájékoztatóján, azon belül nem lehet kizárni semmit. Tehát, hogy azt láttuk az a bizottsági ülésen, azért világosá vált, hogy ilyen típusú motiváció nem valószínű. De mivel nem tudjuk, hogy az illetőnek, az elkövetőnek, vagy az elkövetőknek, mert most még azt se tudjuk, azt láttuk, hogy egy ember van a felvételen, de hogy ki vagy kik készítették ezt a robbanóeszközt, azt nem tudjuk. Tehát, hogy lehet, hogy ketten, hárman rakták ezt össze, vagy négyen, ötten, nem tudom. Semmit, hogy az ő motivációjuk mi, azt ma még nem látjuk. Sokféle verzió előkerült ma a sajtóban, és nyilván ahogy mondjam, rengeteg elméletet gyártanak maguk a polgárok is. Kivételes eset az, amikor Kósa Lajossal egyetértek. Ő azt mondta, hogy mindent erős forrás kritikával kell tekinteni, ami megjelenik a sajtóba. És hozzáteszem, nem véletlen, hogy ilyen sok tanút próbálnak még mindig felkutatni, mert a tanúk visszaemlékezés és egyrészt hát abban a sokos állapotban, például az idő tekintetében, az nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és nem azért, mert nem akarnak igazat mondani, hanem egyszerűen amit máskor 5 percnek érzünk, az lehet, hogy akkor 10 perc volt, vagy 5 másodpercnek gondolunk, az lehet, hogy éppen 5 perc volt. Például ez esetben a sérült rendőrökhöz odalépő, kiérkező, civil ruhában lévő nyomozók megérkezése, az lehet, hogy nem egy percen, két percen belül történt? Én ezt nem tudom megítélni, de hát Budapest szombat este 10:30, buli negyed, de nagyjából ilyenkor indul az élet. Aki ismeri ezt a világot, az tudja, hogy nem csak civil ruhás nyomozók vannak ilyenkor, vagy nem csak egyenruhások vannak ilyenkor, járőrök vannak Budapest utcain, hanem bizony civil ruhás nyomozók is vannak, akiknek az a dolguk, hogy figyeljék, hogy történik-e valamilyen, bármilyen típusú bűncselekmény. Úgyhogy én azon nem lepődök meg, bár nem tudom, hogy valóban tényleg civil ruhás nyomozók voltak azok, akik segítséget nyújtottak azt mondta az a járőröknek. Igen, mert hogy utána bemutatkoztak, hogy civil ruhás. És ők vitték be? Nyilván, ha ez így volt, akkor valószínűleg végezték a munkájukat. Tehát, hogy én ebben semmi kivetni vált. Tehát ez nem egy furcsaság. Én ebben semmi furcsaságot nem találnék, de még egyszer mondom, ezt a szakértőkkel, és azok, akik kirendelik ilyenkor az állományt szombat este. Az időérzék az talán ilyenkor egy picit alább hagy, és nem feltétlenül érzi az ember azt, hogy ez most fél perc vagy egy perc. Sokaknak nagyon gyorsnak tűnhetett a reakció, erről is hallottunk, de azért ez itt a belváros. Mármint a civilek reakciója, civil ruhások. Általában a rendőrség reakció, hogy ez is egy újabb elmélet, hogy miért voltak olyan gyorsak a rendőrök, azért ez itt a belváros, tehát hogy azért ott viszonylag gyorsan tudnak reagálni a rendőrök, és még egyszer mondom... Hát, azért, hogyha a köröket nézünk, tehát azért ott a közelben vannak, igen. Folyamatosan és vannak. Szombat este 10:30, akkor indul el a buli. Az a nyilván akik az a dolguk, azok föl fogják deríteni, és én azt gondolom 0-24-ben dolgozik a rendőrség, és minden állami szerv azon, hogy kiderüljön, hogy ki volt ez, aki ez, vagy kik voltak azok, akik ezt a rettenetes bűncselekményt elkövették, mert hogy két rendőr fekszik a kórházba, és az egyikünk súlyosan, a másik életveszélyesen sérült. És itt nem pusztán az egyenruhát kell nézni, az egy plusz dolog, hogy a rendőröket támadták, rendőrök voltak az áldozatok, de két fiatalember fekszik ott a kórházba, akikről persze stabil az állapotuk, de azért mégiscsak ott fekszenek súlyos és életveszélyes sérülésre, és én azt gondolom, hogy a rendőrségnek ebben az esetben is nagyon nagy erőkkel nyomoznia kell, főleg azért plusz dolog, hogy ők egyenruhások, és szolgált közbe érte őket ez a támadás. Aki látta a felvételeket, az látotta, hogy az illető vagy, és ez is csak találgatás, vagy tényleg vérprofi, aki véramatőr, vagy egyszerűen, és ez a másik verzés, nyilván én magam is lehet, de konkrétan elmebeteg. Tehát, hogy valaki ennyire higgadtan, mert ez a felvételből ez látszik. A kettő között számomra nincs különbség. Tehát, hogy nagyon higgadtan csinálja végig ezt a rettenetes bűncselekményt, nagyon korlátozott hatósugarú volt egyébként maga a robbanás, az látszódik, és ami a felvételen teljesen világossá vált, és itt én is megerősítve látom az országos rendőrfőkapitánynak azt az állítását, hogy kifejezetten a rendőrök ellen irányult ez a cselekmény, hogy előtte ott nagyobb csoportok mennek el.
Sőt, pont közvetlenül a két járőr előtt megy el egy, azt hiszem, 7-6 vagy 7 főből álló valószínűleg turista csoport. Egyébként egy forgalmas hely, az látható a felvételből. Azt természetesen, és ezt a sajtótájékoztatón is elmondtam, azt egy kicsit fölrovom a rendőrségnek, vagy a rendőrség felettes szervének, leginkább a belügyminisztériumnak, hogy mondjuk vasárnap a délelőtt folyamán nem álltak ki, és ebben a rettenetes politikai helyzetben. Hát majdnem egy nap telt el. Nem nyugtatták meg a polgárokat. Voltak olyan dolgok, amit nyilván már reggel 10 órakor is tudtak. Nem azt kérte senki, hogy mondják meg, hogy ki a tettes. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ahhoz idő kell, hogy megtalálják a tettest, hogy begyűjtsék a dokumentumokat, hogy megtalálják a tanukat, és kihallgassák, hogy meghallgassák őket. De vasárnap délelőtt én azt gondolom, hogy valamit kellett volna mondani, mert innentől kezdve indult el a hihetetlen elméletgyártás, és azóta is folyik. És ez nem tesz jót a nyomozásnak. Az se tesz jót, hogy mindenféle információ megy ki arról, hogy korábban, amennyi volt a bizottság ülése, hogy milyen információkat adtak át az állami szervek vezetői. Ők ezt azért tették, mert azt gondolták, hogy ott felelős emberek ülnek, akik megértik, hogy a nyomozás érdekei az előrébb valók, mint a politikai érdekek, vagy éppen az újságírókhoz való. Milyen információk mentek ki? Korábban jelentek meg olyan információk a sajtóba, ami teljesen világos, hogy bizottsági ülésen hangzottak el legerőször, azóta már nyilván, miután nyilvánosságra hozták a felvételt, egészen más a helyzet, tehát én nagyon örülök, hogy a rendőrség erre a lépésre jutott, és olyan állapotba kerültek a szalagok, hogy ezt láthatták, de nem azért jönnek el az állami szervek vezetői, vagy éppen a rendőrség vezetői bizottsági ülésekre, és tájékoztatnak bennünket arról, hogy mi van, hogy aztán utána ezek az információk kiszivárogjanak bármelyik sajtóorgánumhoz. Hanem akkor az csak a bizottsági tagoktól szivárogott. Hát nyilvánvalóan, hanem azért jönnek el, vagy feltételezem, hogy tőlük szivárogjanak, hanem azért jönnek el, mert azt gondolják, hogy felelős emberek vannak, akik megértik, hogy most két rendőr életéről van szó, és nekünk ebben nem elméleteket kell gyártani. Nekünk ebben az a felelősségünk, és szerintem ezt tettük, hogy nyugtatni a polgárokat, és minden lehetséges segítséget meg kell adni a nyomozáshoz. Én magam azt kértem a sajtótájékoztatón, és itt is azt kérem, hogy mindenki, akinek bármilyen információja van arról, hogy mi történhetett ott, vagy bármilyen emlékfoszlánya, vagy felismeri, az azonnal segítsen, mert az a két rendőr, még a motivációt nem tudjuk, de mégiscsak két egyenruhás polgár. Ők azért sétáltak szombaton este 10:30-kor ott, hogy bennünket védjenek. Őket érte a támadás, és rajtuk keresztül bennünket is. Az kiderült a bizottság ülésen, hogy igaz az a feltételezés, hogy ezt távirányítású bomba volt, tehát távirányítva hozták működésbe? De a bizottság ülés zárt ülés volt, az ott elhangzott ilyen típusú információkról. Nem tudok beszélni. A rendőrség pontosabban mostantól kezdve, hogy a központi nyomozó főügyészség, amíg átvette a nyomozás irányításán, én nagyon remélem, hogy rendszeresen, ha kell naponta, többször sajtótájékoztatót fog tartani, mert hogy a sajtónak ebben óriási szerepe lesz, hogy megtalálják az elkövetőt, vagy az esetleges elkövetőket, és bíróság elé állítsák, hogy világossá tegyük Magyarországon mindenkinek, és a világon mindenkinek, aki rendőrre támad, az nem menekülhet, azt utoléri az igazságszolgáltatás. Hogy aki bárki más emberre támad. Ez így igaz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.